Szép jó estét kívánok, köszöntöm minden kedves nézőnket. Mai adásunk címe lehetne a régi kedvenc játékunk során Amerikából jöttem, helyett Ausztráliából jöttem, tartsuk is meg ezt a beköszönőt. Vendégünk Farkas Tamás, a Tabán Tánc Együttes művészeti vezetője, tartsanak velünk. A sajtó képviselői előtt csomagolták ki a Munkácsy Mihály Múzeum Rejtélyek, Sorsok, Múmiák című kiállításának főszereplőit. A múmiák abból a felbecsülhetetlen értékű Váci leletből valók, amely a 90-es években került napvilágra. A Békés Csabára érkezett múmiák mindegyikéhez kötődik valamilyen érdekesség. Az első múmia az egy fiatal férfi vagy fiatal ember múmiája, 18-20 éves. Őt a boncolt fiúként vagy a boncolt egyénként szoktuk emlegetni, a nevét sajnos nem tudjuk. A 263 egyénből több mint 160 múmiának tudjuk a nevét, mert a koporsó feliratokon az szerepel, vagy olyan adat van a koporson, ami alapján a halott anyakönyvekből vissza tudtuk azonosítani. Sajnos az ő esetében ez nem történt meg. Abból a szempontból érdekes, hogy a 18-19. Században a halál után a boncolás nem volt általános szokás. Nagyon ritka esetben találunk olyan testeket, amelyeken ez megtörténhetett. A Munkácsy Mihály Múzeum által rendezett kiállításon azok a tárgyak is megtekinthetők majd, amelyeket a feltárás során a múmiák mellett találtak a kutatók. A Váci múmiák feltárásánál ugye az embertani anyag az a Magyar Természettudományi Múzeumba került, és a leletanyag, amit gyakorlatilag azok a tárgyak, amiket mellettük találtak, az pedig a Váci Tragor Ignác Múzeumba. Most ezt a két kollekciót, illetve azoknak egy-egy részletét sikerült összehoznunk itt Békés Csabán, és emiatt is érdekes ez a kiállítás, hiszen így együtt nagyon ritkán lehet őket látni. A múmiákat a modern orvostudomány eszközeivel is megvizsgálták, a tárlat ezekbe a kutatásokba is bepillantást enged majd. Fények, sínek, életek címmel folytatódott a békéscsabai turisztikai főpályaudvar, a MÁV és a rendőrség közös baleset megelőzési programja. A tavaly elindult kezdeményezés az általános iskolásokat szólítja meg, célja pedig, hogy a gyerekek minél előbb megismerjék és megtanulják a vasúti átkelés szabályait. Elmeséljék otthon szüleiknek, és közösen beszéljenek róla. Akkor még csak egy eseménybe gondolkodtunk, csak utána felvetődött az a lehetőség és kérés is, hogy ezt sűrűbben kellene a gyerekek számára, mert a közlekedéssel kapcsolatos biztonságos dolgokat nem lehet elégszer elmondani, és elég időbe kezdeni. Jó azt tapasztalni, hogy a gyerekek igen érdeklődéssel figyelik az előadóknak az mondókáját, tehát a Kúnya Orsolya a rendőrőrmester és a Bajkai Zsolt a MÁV balesetvizsgálójának az előadását, hiszen ők közvetlenül tudják elmondani azokat a tapasztalatokat, amiket láttak már, és amiket a jogszabályok elő is írnak. A program újból életre hívásának apropóját emellett az évszakváltás adta. Nyáron ugyanis több tényező is nehezíti a közlekedők látásviszonyait. Ilyen például az erős napsütés, amikor is nem minden esetben jól kivehető a fénysorompó jelzése. A gyerekek így ezzel kapcsolatban is tájékozódhattak. A piros az azt jelenti, hogy nem lehet átmenni, mert a közelben van a vonat. A fehér az már, hogy át lehet menni, de azért körbe kell nézni. A szakemberek az elhangzottakat fényképekkel illusztrálták, hogy még inkább rögzüljenek az ismeretek. Ezeknek pedig a gyerekek később nagy hasznát vehetik majd, amikor már ők is jogosítvány birtokában lesznek. Felkészítenek minket, hogy mit kell csinálnunk, ha felnőtt korunkban, ha ezt esetleg ilyen helyzetbe kerülünk. Mi a közös az osztrigában és a blahalújzatortában? Ilyen és ehhez hasonló, izgalmas kérdésekre is választ kaphattak a Munkácsy Múzeum Blue Chip sorozatának soron következő részében. A Munkácsy Fürdőzik című kiállítás kapcsán a kor gasztronómiai világába kalauzolták el az érdeklődőket. A menük elején az előételek között szereplő osztriga igazi luxus cikk volt Munkácsy idejében is, amit főleg a tengerparton kínáltak. Prohászka Béla, Venezdíjas mesterszakács szerint érdemes többféle ízesítésben kipróbálni ezt a különlegességet. Az osztrigát nem csak nyersen fogyasztják, hanem sütve, vagy akár például koktélokban. Itt a mai előadásban is például egy-két olyan receptet is hozok, hogy lájmal, gyömbérrel, kis csilivel, hogyan lehet azt úgy ízesíteni, hogy egy picit más ízharmóniát tudjunk nyújtani akár a kedves vendégeknek.
A menü végén a desszertet tálalják fel, mintegy feltéve a koronát az étkezésre. Munkácsi idejében mások felé elterjedtek a kávéházak, ahol a kor nagyjairól elnevezett desszerteket is árultak. Ezekben az időszakokban nagyon sok desszert különlegesség született. Vannak nagyon sok olyan desszert, ami Munkácshoz köthető. Itt az egyik ilyen típusú, akit a nemzetcsalogányának is hívtak, Blaha Lujza tortája, ami egy nagyon finom málnás, puncsos, fondantos sütemény. Igazából a mai napokban már nem nagyon ritkán lehet találni cukrászdákban ilyet, de abban az időszakban Munkácsi is szerette valójában, tehát a édességeket és finomságokat. Munkácsi, tengerpart, tengergyümölcsei, torták és desszertek. A múzeum falai között tehát ezúttal a kultúra és a gasztronómia izgalmas találkozásában fürdőzhettek a résztvevők. És akkor, ahogy ígértem, Amerikából jöttem helyett, Ausztráliából jöttem. Szervusz Tamás, üdvözöllek itt a stúdióban. Farkas Tamás, a Tabán Tánc Együttes művészeti vezetőjét köszönhetem itt. Üdvözöllek, szervusz. Ausztráliából érkeztetek nem régiben, ugye most, amikor lemegy már adásba, akkor már egy pár hete itthon vagytok, de hát ez egy nagyon nagy dolog, egy, hát majdnem a legtávolabbi földrészre eljutni. Hogyan, mi módon kerültetek oda a Tabán Tánc Együttes egy kis csoportja a zenésztársakkal? 2008-ban indult el egy szakmai kapcsolat a Victoria Jálombéli Melbourne Magyar Központ és köztem. Korábban már négyszer volt szerencsém Ausztráliában dolgozni, Melbourneben, Sydneyben is a nyugati parton. Egy régi vágyam teljesült azzal, hogy táncos kollégáimmal és zenésztársakkal együtt egy nagyobb társulatot tudjak tengeren túlra vinni. Hál' Istennek a Viktóriai Magyar Szövetség támogatásával meg is valósult ez a közel egy hónapos turné. Mi visz arra tengeren túl valakiket arra, hogy ugye magyar felmenőkkel rendelkeznek, van nyilván köztük olyan, akik azért nem annyira a távoli múltban vándoroltak ki, hogy a magyar hagyományokat ápolva vendégeket fogadjon, és a önmaguknak a, gondolom, hogy az identitás megőrzés, ezek nagy szavak, de gondolom, hogy ezt szeretnék átadni a fiatalabbaknak, és hogyan, mi módon kapcsolódtatok össze, kik ők, tehát róluk egy kicsit mutasd be őket, hogy milyen közösség működik ott. Első, második és harmadik generációs magyarokkal egyaránt találkoztunk. Ez azt jelenti, hogy találkoztunk olyan több, mint 100 éves nénivel is, bácsival, például a Melbourne-i Árpád otthonban, aki a 40-es évek legelején még hajón érkezett Melbourne-be, de közben találkoztunk olyan harmadik generációs magyar kisgyerekkel, vagy fiatalkorúval, akinek a nagyapja, nagyszülei, nagyanyja érkeztek Melbourne-be még 56 előtt, és úgy a szülője, édesanyja, édesapja már kint ületett. A magyar identitás megtartása nem csak Ausztráliában, az összes emigrációban élő magyarság körében hihetetlenül fontos. És ehhez mérhetetlenül szorosan kapcsolódik a magyar népzene és a néptánc, hiszen sem a zene, sem a tánc konkrétan nem kötődik a magyar nyelvhez. Hiszen a második és a harmadik generációs magyarok, ki kell mondani, hogy nem beszélik olyan magas szinten magyar nyelvet, mint az első generációs magyarok, viszont a tánc és a zene a nonverbális kommunikációs eszközök segítségével sokkal közelebb juttatja őket a magyar gyökerekhez. Egy népjáték, egy egyszerű tánc, akár a magyar népzenének az ereje. Mi az, amit vártak tőled, amikor először kimentél, amikor ez a kapcsolat ugye szorosabbá vált, illetve most valamilyen konkrét fesztiválra, vagy egyáltalán most volt időtök kimenni, időt szakítani, mivel vártak titeket? 2008-ban érkezett felkérés elsősorban a Melbourne-ben tevékenykedő magyar táncegyütteseknek a szakmai segítését, mentorálását. Mert hogy az is van ott kint ezek szerint, nem is egy. Igen, nem is egy, jelenleg kettő táncegyüttes működik Melbourne-ön belül. Hatalmasak a távolságok, ezért szükségesnek látták a több táncegyüttesnek a működtetését. Idén egy jóval komplexebb feladat vállalkoztunk. Egyrészt a Hungarofest elnevezésű, a déli féltek a legnagyobb kulturális és gasztronómiai magyar fesztiváljára utaztunk ki. Idén ez a Covidot követően rekordszámú közel 5000 fős látogatottságot élt meg. Itt
folklórműsorral, táncházzal, gyermekprogramokkal, koncerttel, hangszerbemutatóval, hangszersimogatóval készültünk a háromnapos rendezvény alatt. Magyarokat, időseket, fiatalokat, odalátogató olaszokat, irániakat, és egyéb más felekezetű és nemzetiségű ott élő melbournieket szórakoztattunk. Ezt követően elindult egy 3 hetes próbaidőszak, melynek a célja az volt, hogy március 15-ére egy 48-as témájú, könnyedebb táncínházi előadást készítsünk a helyi táncosokkal, amatőr színészekkel, zenészekkel és a mieinkkel együtt. Valójában ez volt a csúcspontja a kint töltött időnknek, közel 40 fő vett részt ebbe a március 19-én bemutatásra került ünnepi műsoron. Még mindig egy kicsit, hogy a nézők belehelyezkedhessenek a kinti viszonyokba. Ugye, amiket annak idején mondjuk a 70-es, 80-as években, ugye ez a gulyás, a csikós, a betyár, a magyaros ruha, ugye ez a pártával, ez a nemzetközileg ez volt, hogy a magyarokról a kép. Mennyire lehet ezt árnyalni, illetve amikor mentél először 2008-ban, te mit találtál itt a tánc együttesek? Nyilván most már a videótechnika annak idején, utána pedig ugye a világháló elterjedésével azért több információ jut ide-oda, sőt pillanatokon belül ugye megérkeznek az üzenetek. Mennyivel volt másabb itt ez a 2008-as kép? Mi az, amit találtál ott? Miben vártak irányítást? Tehát ott hogy nézett ki a magyarságnak a hagyományőrzése? Akkoriban, illetve most 10 évvel utána? Az üzenete annak, hogy egy békés megyei vidéki táncegyüttest hívnak meg Melbourne-be, már azt gondolom, hogy az a valódi üzenete, hogy sikerült elrugaszkodni az emigrációba élő magyarságnak is. A gulyásleves, a rántott hús és a lángos. A lángos is. Már mondjuk jó dolgok magyar ezek, tehát ez... A csárdásnak a borzasztóan szűk és közhelyes bűvköréből, hiszen mi sem elsősorban közhelyes táncokat és produkciókat viszünk ki. Itt láthattak gyergyóvidéki táncokat, láthattak az Arad megyei gyűjtéseinkből táncokat, tehát próbáljuk mi is megmutatni a művészetünknek, a hagyományőrzésnek a szélesebb körű perspektíváját, és más aspektusból megközelíteni akár a magyar népzenét, akár a magyar néptáncot. Ez úgy gondolom, hogy sikerült. Mi is azon voltunk, hogy ne egy magyar nóta estet várjon el a talléros együttestől, mert ki kell emelni, hogy a zenekar is velünk utazott, hanem igenis magyar népzenét muzsikáltak a Hungarofestnek a vendégsátrában. A tánc együttesek mivel vártak titeket? Tehát ott az ottani koreográfia, ott akik táncolnak, nemzetiségüket tekintve, gondolom, hogy nem csak kifejezetten magyar gyökerekkel rendelkezők, hanem bárki beállhat? Bárki beállhat, de azért 90-95%-ban magyar gyökerekkel rendelkező táncosok vannak, de a korábbi évek alatt találkoztam olasz, iráni, vietnámi, japán, skót, ír vendégtáncosokkal, orosz, ukrán táncosokkal, akik a magyar népzen, a magyar néptánc erejében látva fantáziát be csatlakoztak az ottani együttesek munkájába. Mi volt, amit találtál ott a tánc együtteseknél konkrétan? Miben vártak segítséget? Mennyire voltak? Hát ügyesek? Hát igen, vagy komolyak abban, hogy manapság, ami a néptáncos mozgalomban már elnyerte a méltó helyét, ott náluk is ez jelentkezik-e? Amióta a Kőrösi Csoma program működik, azóta valójában szakmailag kompetens kollégák, fiatal kollégák, egykori tanítványok utaznak ki, többek között Ausztráliába is, a Békés Csabai születésű Szabados Tamás jó barátunk is Sydneybe töltött el 6 vagy 9 hónapot. Tehát felkészülten várnak minket a kinti táncegyüttesek, van egy magas szakmai elvárásuk, köszönhető a Kőrösi Csoma programban résztvevő ösztöndíjasoknak, de ahogy korábban említetted, a világháló és a digitalizáció térhódításával olyan szakmai anyagokat tettek elérhetővé a budapesti intézmények, magyarországi szakcsoportok, hogy ezeket használva bizony közel magyarországi szintű amatőr csoportokat látunk. Van egy-két nagyon lelkes táncoktató, akik mindent elkövetnek annak érdekében, hogy magas szintű néptáncoktatás zajlódjon ki.
korosztályt tekintve felmenő rendszer, hogy képzeljük el a hazaihoz képest, mert azért ugye itt évről évre most már azt mindig megállapítjuk, hogy Magyarországon ez a fajta hagyományőrzés, ez az autentikus vonal, viszont a mai fiatalokat megérintve nagyon magas színvonalú, hogyha a világviszonylatba nézzük. Így a Magyarországon több 10 000 gyermek és felnőtt tanul néptáncot, és aktívan is műveli ezt. Melbourneben, és elmondhatom a többi emigrációban élő magyar közösségben, és elsősorban a magyar néptánc, ami dominál. Ez az első, amihez egy kint született, vagy kiköltözött magyar szülő nyúl, hogyha a gyermekének a magyar iskola mellett van egyéb magyar kulturális foglalkozást szeretne nyújtani. Felmenő rendszerben működik, Melbourneben is. Tehát ugyanúgy. Óvodás csoport, kis csoport. Saját korosztálynak megfelelő dalokkal, játékokkal van, megismerkedve. Van, és a felnőtt tánc együttes a csúcsa a kinti formációknak is. Van ott is olyan, hogy kiskorában elkezdte, és nem tud tőle szabadulni, nem is akar? Hogyne, például a Melbourne-i Fonó tánc együttesnek a vezetője, Rind Attila barátunk, ő kisgyerek korába kezdett táncolni, a 40-es éveit tapossa, és ő az egyik legaktívabb, legkezdeményezőbb kinti táncos és kiváló pedagógiai munkát végez. Na, akkor most már el tudjuk képzelni, hogy micsoda munka folyik ott kint, akár a te előzetes segítséged, illetve kollégáid segítségével. Most akkor kik, hogyan mentetek ki, mi az, amit vittetek a Talsójotokban? 11 fő utazott Melbourneben, a Talléros Együttes Békés megye egyik legfiatalabb, lendületesebb népzenei együttese. Tehát élőzenével készültetek. Vezetésével élő népzenei együttese, utazott ki a tánc együttes egy szűkebb, három páros tánckarral. Készültünk folklorműsorra, ahogy korábban említettem, számos kulturális programmal. Felléptünk a helyi magyar központba, felléptünk a Melbourne-i Árpád otthonba, és ezen kívül készítettük az ünnepi műsort. Kijutás, meg az is izgalmas, mennyi idő most oda eljutni, oda szállásotokra, innen mondjuk Budapestről? Hány átszállás, hogyan lehet most oda kirepülni? Budapestről 32-34 órát utaztunk mi, ennél van jóval rövidebb út is, de egy szerencsétlen repülő járat módosítás miatt sajnos 9 órával megnőtt az eredetileg 22 órára tervezett utazásunk, így Katárban, Dohában egyet kellett átszálljunk, ott 9 viszont... órát eltöltöttünk a városba, és próbáltunk rákészülni a hosszabb 14 órás Doha-Melbourne szakaszra. Az átállás milyen volt? Rögtön ment nektek, vagy okozott valami kis kavart, zavart? Sosem megy rögtön, nagyon nehezen megy, hiába fognám a korra, 20 éves koromban is 2008-9-ben ugyanilyen nehezen álltam át, a kollégák szintén megszenvedték ezt a közel 10 órás átállást. Jelen esetben az volt az egyik problémából tanultunk, hogy megérkeztünk szerda hajnalba, és pénteken már színpadon voltunk. Jóval hamarabb a jövőben meg kell érkezzünk, és hagyni kell magunkat átállni. Egy kicsit, hogy akklimatizálódott. Megterhelte a Mi volt a legnehezebb, vagy mi volt az, ami ezen kívül akár a kommunikációban, hogy mondjuk félreértésre adhat okot, vagy mi volt az a érdekesség? Teljesen zökkenőmentes volt a kint létünk. Hihetetlen vendégszeretettel fogadtak minket a családok, a vendéglátók, az ismerősök. A családoknál voltatok elszállásolva? A csapat egy része a családoknál volt, a másik része pedig egy konkrét szálláshelyen töltötte az egy hónapot. Tényleg zökkenőmentes volt. Mindent megtettek a helyiek annak érdekében, hogy a szabadidőnket is aktívan és élményszerűen tudjuk eltölteni. Tánctanítás, ahogy mondtad ezen az expón, mire számítottak tőletek? Mi az, amit lehetett titeket keresni? Ezt úgy képzeljük el, hogy ott voltatok 3 nap, 3 éjjel, és akkor folyamatosan, hogyha jöttek látogatók, akkor velük tartani a kapcsolatot, fellépések, gondolom. Szinte minden órára be voltunk osztva, vagy a zenekar, vagy a tánckar, vagy egy táncházzal, vagy egy koncerttel, vagy egy folklorműsorral. Ezt el kell mondjam, hogy a világjárvány alatt Melbourne volt a világon a leghosszabb ideig bezárt város, több mint 250 napig nem mehettek ki a melbourne-iek, 5 kilométer
minél távolabbra a házuknál. Ez lelkileg hihetetlen módon megterhelte. Tehát náluk jobban megmaradt? Mert én azt néztem, hogy itthon úgy igazándiból, mintha nem is lett volna, egy kicsit úgy elfelejtettük, ugye? Hogy látszólag, de aztán, hogy mit okozott meg a mélyben, meg ki hogy dolgozta föl, de én ezt veszem észre, hogy beszélgetünk, hogy tényleg, hát alig egy éve még azért izgultunk. A kintieknél ez nagyon mélyen beleégett a fejükbe, a szívükbe, a lelkükbe, hiszen ez a több mint 250 napos bezártság, majd az azt követő részletes, részleges korlátozás, ki kell mondani, hogy félig tönkretette a közösségeket, így a magyar csoportokat is. Ezért óriási létszámmal, ahogy mondtam, rekordszámú volt a Hungarofestnek is a látogatottsága, a péntek esti táncházba több százan jelentek meg. Az elmúlt években akárhányszor kín voltam, mindig ilyen 20-30-40 fős érdeklődő tömeg jelent meg, most több százan jelentek meg. Nem csak magyarok, egyéb más nemzetiség is, akik szabadon szerettek volna táncolni, együtt énekelni, nagyon hangulatos volt. Magyar szó mennyire volt nehéz nekik, mennyit hallottatok ott? Rengeteget valójában a középkorú és az idős korosztály elsősorban még a magyart használja, a fiatalabbak ott vegyesen beszélnek. Sokan kérték, hogy magyarul beszéljünk hozzájuk. Mi viszont sokszor azt kértük, hogy angolul beszélnek hozzá, viszont nekünk az is fontos, hogy hogy az angolunk is fejlődjön, és bizony kint egy ilyen nyelvi környezetben egy hónapon keresztül megvan az esélye, hogy ugorjon egyet a nyelvtudásunk. Mi lehet az a dolog, ami miatt a fiatalok az identitásukat keresik, megtalálják? Ugye volt egy idő, amikor a kivándoroltak gyermekei, ugye pont, hogy ezt szerették volna levetkőzni ugye az adott nemzethez, hogy ugye ők, minthogyha kint születtek már, tehát, hogy ők máshova tartoznak, és akkor volt egy nagy ugrás, és akkor visszakanyarodtunk oda, hogy a fiatalok keresik a saját gyökerüket, hogy lehet, hogy csak részben, lehet, hogy külsőségeiben teljesen más mutat, de neki a nagypapája, vagy az egyik nagymamája volt magyar, hogy minek köszönhető ez, mennyire jellemző ez ott a fiatalokra, nyilván akikkel találkoztatok, hogy mit mondanak, hogy miért fontos nekik. Az első 14 évben azért ki kell mondani, a szülőnek a kompetenciáján múlik, és a neveltetési irányultságán, hogy szeretné-e, hogyha kint született gyermeke részesül valamilyen kulturális közegnek az élményszerű programjaiba. Azért az átlag azt mutatja, hogy a legtöbb kint született magyar szülő magyar iskolába, néptáncra, magyar focira, magyar foci edző által tartott foglalkozásokra iratja be a gyermekét. Ez azért is nagyon fontos, egy korábbi adásban is beszélgettünk erről, hogy ugyan anyanyelvként a magyart anyakönyvezzük a gyermeknek, de ki kell mondani, hogy onnan, hogy angol száz közegben kerül a gyermek, a bölcsödétől az iskoláig, valójában a magyar nyelv egy nagyon gyors kopásnak indul. Tehát 16 év, 18 éves korára elér oda a gyermek, a fiatal, a tinédzser, hogy személyiségfejlődési problematikából is esetleg elkezdi kerülni a magyar nyelvet, és ilyenkor lép be megint a szülőnek a tudatos nevelése. Későbbiekben pedig 20 éves fiatalokat látunk, akik Magyarországra akarnak jönni, ösztöndíjakat keresnek, Rákóczi program segítségével már tudatosan keresik azokat a magyar gyökereket, amelyeket esetleg 16-18 éves korukban tudatosan kerültek, vagy nem voltak rá annyira büszkék, mint most. Ez köszönhető annak, hogy ennyire Magyarországon ennyire tudatosan felépített hagyományőrzés folyik, és ez lehet vonzó a fiataloknak? Nem tudom, nyilván más nemzetekről, nemzetiségekről, ottani nemzetiségekről nem tudunk így nyilatkozni, hogy ez fontos nekünk is, és akkor innentől oda-vissza hatunk egymásra? Minden politikai irányultságot félretéve abszolút azt gondolom, hogy ez a népi nemzeti törekvés, amely most az országunkat jellemzi jó néhány éve, az nem csak a Kárpát-medencében élő magyarságnak az érdekeit szolgálja, hanem bizony az emigrációban élő magyarság, és onnan a visszavaló hatás is nagyon fontos. Ezért azt gondolom, hogy igen, ez az út, ez megfelelő, és kint is érezzük a népi nemzeti törekvésnek a hasznát, pozitívumait.
hogy ők mit kapnak tőletek, mit kaptak tőletek, azt így vázoltad nekünk. Ti mi az, amit hazahozhatatok? Nyilván azon kívül, hogy egy óriási nagy élmény volt, ugye, látni egy más földrészt, ugye az utazás, minden, tehát ezt, hogyha valaki említi, akkor már ú, de jó volt nektek, hogy ott gondolom, hogy azért óceánpartot is láttatok, néztetek. Ti mi az, amivel hazajöttetek, milyen tapasztalat, azon kívül nyilván egy világot láttatok? Néptáncpedagógusként, gyakorló pedagógusként azért módszertani tapasztalattal is hazajön az ember, és próbálja leszűrni az elmúlt egy hónapban látott néptáncpedagógiai esetleges problematikákat. Az ott tapasztalható stratégiai különbségekből az itthoni gyerekek oktatása során is tudok tanulni, illetve azokat továbbfejleszteni. De közben a néptáncnak az ereje az, hogy ugyanazt a figurát táncolja egy békésmegyei gyulai srác, mint egy Melbourne-ben élő, kintszületett, harmadik generációs magyar, ez óriási élmény. Az, hogy 16 ezer kilométer távlatába ugyanazt a táncot el tudjuk egy szó nélkül táncolni kezet fogva. Ez óriási élmény a kintieknek, és a nekünk is, és nekünk is egyaránt. A táncosok, akikkel mentetek, a zenészek, tudták ők, hogy hova mennek? El tudták ezt képzelni? Mit számoltak, miről számoltatok be, hogy jöttetek már haza, milyen élményekkel tértek ők haza? Óriási élménnyel. Te már tudtad, hova mész. Óriási élménnyel tért haza mindenki. És nem elsősorban az ausztrál földrajzi adottságok és természeti épített örökség adottsága miatt, hanem a kint élő emberek, a kinti magyarok vendégszeretete, ez tényleg példátlan, amit kint az elmúlt egy hónapban kaptunk. A reptéren könnyező szemekkel búcsúztak a családok a mieinktől, és nagyon megható pillanatokat éltünk. De gondolom, hogy lesz folytatás is ezek szerint. Így van, több folytatás is terben van. Esetleg ők jönnek-e ide, látogatnak-e, van-e ilyen terv? Csoportosan nem, hiszen viszont egyenként családosan sokszor vállalkoznak egy ilyen európai körútra, amikor Magyarországot is beleillesztik a programjukba. Augusztusban is, ősszel is várunk már bőrni táncosokat, családostól is szervezünk nekik itthon. Így van, programot, vagy akár célirányosan is jöhetnek, hiszen nagyon sok programotok lesz, bemutatótok a közeljövőbe, de egy rövid pihenővel egy picit akkor az ausztrál utat elbúcsúztatjuk, közösen pillancsunk bele most mozgókép formájában, rendben, hogy mi történt ott kint.
csak akkor a mindig róla tomálatok. Az a gyorsodát sem áll a nyilván, mert talán nem már nem szeretnék. Nem álltak én ennek a nagy világnak, csak akkor a mindig róla tomálatok. Az a gyorsodát sem áll a nyilván, mert talán nem már nem szeretnék. Akkor egy icipicit a nézők és a hangulatot átvehették. Most akkor visszatérünk teljesen ide Békés Csabára, bár lehet, hogy nem jól fogalmazok, mert lehet, hogy Békés Csabára visszatérünk, hiszen itt van ugye a központja, ugye a csoportok Békés Csabán, viszont azért nem meglepő, hogy határon túlra is ti azért kikikacsintgattok, és ugye az aradiakkal van egy szoros kapcsolat, ugye az Aradi Színházzal, ami folytatódik tovább. Így van, 2014-ben kezdődött egy nagyon szoros szakmai kapcsolat az Aradi Kamara Színházzal, a színház igazgatójával, rendezőjével, Tapasztó Ernővel, ami most már még mélyebb baráti szakmai kapcsolatban csúcsosodott ki, köszönhetően az elmúlt évek közös projektjeinek, munkáinak. Az egyik ilyen gyümölcse a 497 című táncszínházi performance előadás, ami most már közel a 30. előadást fogja megélni. Júniusban visszük Resicabányára, több helyen fogjuk még játszani, Gyulán fogjuk játszani, Szegeden, a Teáterfesztivál beválogatta a verseny programjába, ezen kívül külföldi turnéra is szeretnénk vinni. Egy icipicit néhány szóban, aki nem hallott erről az előadásról, hiszen az Békés Csabán volt a bemutatója, tehát sokan láthatták, de aki mégsem. Így van, 2022. február 27-én mutattuk be ezt a különleges négy férfi által táncolt táncszínházi performance-t, ahol elsősorban festékeket használva egy különleges színpadi látvány világ segítségével mutatják be a fiúk négy az első világháború előtt a világot megpróbálva körbe gyalogló romániai fiatalnak a kálváriáját. És akkor ezt, ahogy mondtad, akkor a környéken is láthatjuk, majd ennek a folytatása merre felé halad, megy, közeli jövőben lesz-e még más esetleg közös munkátok? Így van, az Aradi Kamara Színházzal közösen Molnár Ferenc híres ifjúsági regényét, a Pál utcai fiúkat dolgozzuk fel egy táncszínházi adaptációban, a próba folyamat. Folyamatos, bízunk benne, hogy 24 februárjában, márciusában be fogjuk tudni mutatni az előadást. Annyit még biztos, hogy hozzá kell tennünk, hogy most a musicalre gondoljunk, vagy ez teljesen más? Teljesen musicalmentes, Kárpát-medencében található folklór mozgásra
egy-két kortárs ötletre épülő táncszínház előadás lesz, próza nélkül. Tehát, hogy ennyire. Tehát az alapsztorit kell ismerni, így és van, ki ne ismerni Magyarországon. A kapcsolatokat mozgással fogjuk megjeleníteni. Akkor nagyon izgalmas lesz ez, és ez lesz akkor a jövő. Akkor most már a szűkebb hazába visszatérve, Tabán Tánc Együttessel mi újság van? Minden rendben, köszönjük szépen. Idén 23-ban ünnepeljük fennállásunknak a 30. jubileumát. Ennek kapcsán december 9-én a Békés Csabai Jókai Színházban egy dupla ünnepi előadással szeretnénk vigadni, megemlékezni, várjuk vissza a régi táncosainkat, és hál' Istennek utánpótlás terén is nagyon jó hírekkel szolgálhatok. Idén 428 gyereket sikerült beiskolázzunk, ez rekordszámú. Az utánpótlás szempontjából így a Kistabán, a Tabánka... Mert több településen is jelen vagytok. Így van, de Békés Csabán is több iskolában működünk, és ezen kívül a Táncoló Vidék program segítségével 5 Békés megyei, Békés Csabánhoz közeli településen működünk. Kik mehetnek néptáncolni manapság, kik mennek, kik szeretnének? Ugye ez mindig kérdés, hogy ugye nagy felmenő rendszerbe, hogy el lehet jutni a táncegyüttesbe, nyilván akik komolyan gondolják, tehetségesek, ügyesek, mitől függ a tehetség, hogy valaki eljusson a táncegyüttesbe, akár a nagy táncegyüttesbe? Megint csak a kiskorban a szülői indítatás a befolyásoló tényező. Látja a szülő, hogy a gyermeke mennyire muzikális. A legtöbb szülő óvodában úgy keres meg, hogy a gyermekem annyit táncol, annyit mozogott, hogy szerintem jó választás lenne neki a néptánc. Viszont ezt megfordítva, minden évben úgy toborzunk, most már tudatosan, van egy ismeretterjesztő rendhagyó néptánc óránk. A Lázár Ervin programban második éve fut Hajdú-Bihar és Békés megye iskolákban, és ezt a toborzó, rendhagyó, ismeretterjesztő órát el szoktam vinni azon Békés Csaba iskolákba, ahol mi működünk. Szülőknek vagy gyerekeknek? Gyerekeknek. Tehát ő mondja ott, hogy anya, én szeretnék menni, mert láttam, hogy... Így van, és ez 22. szeptemberében annyira sikeres volt, hogy sosem látott mennyiségű gyermek jelentkezett hozzánk a katolikus és az evangélikus iskolából. Látva ezt a 45 perces élőzenével, viseletbe öltözött táncosokkal előadott ismeretterjesztő órát. Másik kérdésem még akkor ehhez kapcsolódna. Ugye értelmiségi szülők látják, tudják, hogy ez ugye a gyermeküknek a különböző más képességeit is fejleszti. Azok az iskolások, akik netán hátrányosabb helyzetűek, stb. Ugye ott is a gyermeknek van kedve hozzá, tehát feléjük is tudtok nyitni? Abszolút, és nem is elsősorban a tehetséges gyerekeknek a megfogása működik nálunk. Mindenkit befogadunk, teljes nyitottság jellemzi az együtteseinket, az egyesületünket. Ebben az évben is számtalan hátrányos és halmozottan hátrányos gyermek táncol nálunk, több roma, fiatal lány és fiú táncol nálunk. Nagyon fontosnak tartjuk az ő integrációjukat, az élményszerzésüket, és van egy-két olyan gyermek, akin látjuk, hogy a magyar néptánc az egyetlen, amely esély lehet a számára arra, hogy a társadalom aktív, hasznos tagjává váljon. Tehát akár a személyiségére annyira visszahat, hogy pont emiatt az iskolában való eredményességet, tehát akár ti is mondhatjátok, hogy akkor tudsz jönni, hogyha ugye rendesen viselkedsz, meg hozod azokat az eredményeket, hogy elengedjenek például próbára. Igen, van egy ilyen aspektusa is, de közben a magyar néptánc a ritmus által olyan tanulás segítő folyamatokat indít be, melyeket kutatások alátámasztják, hogy bizonyán nagyon hasznos. Például a forgás, a folyamatos ritmusra, zenei ritmusra történő tánc, tapsolás nagyon komoly hatással van a tanulásra. Igen, a jobbra, balra, előre, hátra, ez is minden ugye nagyon példamutató. 30-ra visszatérve, vártok-e valakiket, régieket, jelentkezzenek, minden megvan már, vagy mennyire nyitott még ez a lehetőség? A terv megvan. Egy nagyon jó munkacsoport ült össze egy évvel ezelőtt. Időben neki ültünk a jubileumi hétnek a megszervezésében, a Tégla Népművészeti Alkotóház és Közösségi Tér termeiben lesz egy különleges kiállítás. Az elmúlt 30 év cikkeiből, fényképeiből, műsor részleteiből, és ezen kívül gyermekprogramokkal és Tabán 30 táncházzal is próbálunk a Békés Csabaiaknak és az egykori táncosainak kedveskedni.
Igen, számtalan régi táncosunkat várjuk vissza. Megalakult az a csoport, az a beszélgetési fórum, ahol az őszi programtervet megosztva velük, a koreográfiák visszatanulásával reméljük egy 50 és 100 fő közötti egykori csapat létszámmal tudunk színpadra állni, hozzátéve a jelenlegi utánpótlást. Nagyon-nagyon jó hírek ezek. Nyári szünet közeledik, mindjárt végig gondolom nálatok is a néptáncos tanévnek, de nyáron sem szoktatok pihenni, utazások, illetve nyilván a nyári tábor, ez minden szülőt érdekel. Így van, Tabán napközivel kezdjük azonnal az iskola végét követő első munkanapon, most már 5. éve egy nagyon sikeres napközis táborral kezdjük a nyarat, ezt követően következik a 6. délalföldi határon átívelő nemzetközi néptánctábor, melynek a helyszíne a Békés-Tarhosi Kastélypark. Uh-huh. Ezt követően egy-két falunapon lépünk fel a környéken, Kondoros, Betyárnapok, Csonádapálcán fog fellépni a csoport, majd a táncegyüttes egy része a Dirini program keretein belül egy kéthetes magyarországi turnéra indul, a Vajdasági Juhász zenekarral és az Aradi Kamara Színházzal. Ez Móricz Zsigmond a Zördög című pajzánmeséit uh-huh. feldolgozó előadás, ami már 5 éve színpadon van, lassan a 100. előadásnál tartunk. Augusztusban pedig Montenegróba, Budvába utazik a Tabán táncegyüttes, a Tabánka táncegyüttes uh-huh. utánpótlással együtt, itt egy nemzetközi fesztiválon és versenyen fog részt venni az együttes. Hát akkor nem fogtok unatkozni, nem álltok le ti sem, úgyhogy akkor kívánok ehhez sok erőt, kitartást. Gondolom, hogy megvan a indítatás, és köszönöm szépen, hogy eljöttél, és akkor egy kicsit kirándulhattunk veletek. Köszönöm. További sok sikert nézőinknek, és megköszönöm a figyelmet. Egy hét múlva természetesen ismét itt a Csaba Televízió képernyői előtt a Kulturális Magazinban találkozzunk. Tartsanak velünk, viszontlátásra.